Kedves Dániel, itt vagyunk Zsámbékon, Fritzby Diák Olimpia. Honnan az ötlet, milyen volt a szervezés, mik a szabályok? Fritzby Diák Olimpia Zsámbék történetében egy mérföldkő több szempontból is. Az egyik oka az az, hogy Zsámbék városának, sportegyesületének egy repülőkorong szakosztálya lett ettől az évtől, illetve a helyi iskola is képviseli, a Keresztelő Szent János Iskola Központ is képviseli a várost, illetve magát a sportágat is. A repülőkorong, vagy a frisbee azon túl, hogy lehet dobálni, egy sportjáték jelleggel is bír, Ultimate néven vált ez közismerté, és most már évek óta diákolimpiát rendeznek a jelenleg az általános iskolai korosztályok, tehát a 2-es, 3-as, 4-es korcsoportos gyerekek versengenek, és hogy ezt itt Zsámbékon meg tudtuk szervezni, ez egy nagy lehetőség, több mint 200 gyereket várunk, reméljük, hogy ez az idő is se fog eltántorítani senkit, most egy kicsit esősen indul, de hogy abban bízunk, és ezt is mondják, hogy a nap további részében jobb idő lesz, sok sikert kívánok minden csapatnak. Mi a játékszabály? A frisbee egy koedukált non-kontakt sport, ami azt jelenti, hogy fiúk és lányok vegyesen játszhatják. A szabály rendszere nagyon egyszerű. A non-kontaktsága azt jelenti, hogy nem is kíván bírót, tehát gyakorlatilag minden vitás esetet megpróbálnak a felek megbeszélni, és ebből adódóan egy nagyon fair play sport. Maga a szabály rendszere és a játéknak a célja az az, hogy az ellenfél célterülete mögött lévő zónába célterületre eljutassa a korongot, úgyhogy ott valaki a csapatból megfogja. Ha ez sikerül, és ott valaki elkapja a korongot, vagy a diszket, akkor az egy pont annak a csapatnak, amelyik támadott. Ha egyébként a korong leesik, vagy hogyha kidobják partvonalon túlra, akkor a másik csapathoz kerül a támadás joga, és az a csapat, aki eddig támadott, az védekező csapattá válik. Mintha külföldieket is láttam volna, ez egy nemzetközi, vagy csak zsámbékiak? Ez egy magyar diákolimpia, tehát a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében és a Magyar Repülőkorong Szövetség társszervezésében történő esemény. Úgy tudom egyébként, hogy azért hallhatott idegen szavakat, mert nemzetközi iskola is szerepel itt, és ők valószínűleg angolul beszéltek. Mettől meddig tart ez a verseny, és mik a díjak? A verseny, ugye mivel egy országos döntő, itt egyből helyosztók is lesznek, a csoportmérkőzések során, akik továbbítottak, azoknak helyosztó mérkőzések lesznek. A döntő az ilyen délután 2:30-3 óra környékén kerül majd megrendezésre, mind a három korcsoportban. A díjak pedig azt jelenti, hogy az első három helyezett, illetve a győztes Magyarország diákolimpia bajnoka Ultimate Frisbee sportszakákban, illetve a második, harmadik helyezettek pedig ugyanebben a titulusban az ezüst és a bronzérmesek, tehát a második és a harmadik helyezettek. Bizonyára sokan itt lennének nézők, hogyha nem lenne ilyen az idő. Ez egy látványos sport, sokan kíváncsiak rá. Mi a tapasztalata? Hát az utóbbi években rendkívül látványossá vált. Én úgy tudom, hogy több mint 1000 versenyengedély van most Magyarországon már kiadva, és hogy van egy nagyszabású terve is ezzel kapcsolatban az elnökségben, hogy a következő elnöki ciklusban, tehát a következő 4-5 évben ezt a számot ezt tovább bővítse. Erre úgy tűnik, hogy most már van lehetőségünk mindenféle módon, tehát lesz egy média hátszélünk is ezzel kapcsolatban, mert nyilván azért ennek nincsen olyan marketing értéke, mint azoknak a tahós csapatsportoknak, amik mondjuk úgy, hogy a fókusz központban vannak. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet itt Zsámbékon. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen nagy létszámú versenynek a házigazdái lehetünk. És az azért lehetséges, mert itt sok kiváló ember, sok kiváló pedagógus, edző, szülő foglalkozik azzal, hogy a gyermeke megfelelő körülmények között sportolhasson. Ez igaz mindenkire, aki ide látogatott, és igaz a zsámbékiakra is. Van egy kiváló sportegyesületünk, akik alapvetően focival foglalkoztak, de néhány éve kitalálták Irmer Dániellel összefogva, hogy legyen repülőkorong szakosztálya is Zsámbéknak, és most úgy tűnik, hogy ez valóra vált, úgyhogy tulajdonképpen ezzel az eseménnyel, ha nem is azért kerül megrendezésre, de mégis egyfajta, hogy is mondjam, csak egy ünnepe annak, hogy Zsámbékon is meg tud telepedni ez a szép sportág. Volt már korábban itt ilyen és hasonló rendezvény különböző kategóriákban, tehát talán ilyen országos bajnokság is volt, hogy ha jól emlékszem, vagy kupa, nem tudom pontosan ezt hogyan nevezik, de tehát volt előzménye már Zsámbékon a repülőkorong sportnak.
Egyébként azt gondolom, hogy ez a sokak számára még kellően idegen, nekem is úgy kicsit szokatlan és furcsa, de tudom, hogy van egy törekvés arra, hogy akár olimpiai sportággá váljon a jövőben, és tényleg egy szép dolognak látom, hogy hölgyek és urak, fiúk és lányok így együtt tudnak sportolni különböző korosztályokban, és látom, hogy nagyon sokan nagyon profin űzik ezt. És egyébként ugye az egyik iskolánknak, a Keresztelő Szent János iskolának is van most már tulajdonképpen egy csapata, akik meg tudnak mérkőzni ezeken a versenyeken, erre szintén külön büszkék vagyunk. És néhány hete volt egy tűzoltó rendezvény, egy verseny, ahol azt tudtam mondani, hogy miután a szervezők mindent leszerveztek és lebonyolítottak, mi elintéztük nekik, hogy ideálisan jó idő legyen, tehát 20 fok volt és napsütés, tehát ilyen tényleg ideális körülmények voltak. Ez a mai nem tűnik annak, bár igazából én nem tudom, hogy a repülőkoronghoz mik az ideális körülmények, tehát lehet, hogy ez sokkal jobban száll ilyenkor az a korong. Azt szeretném, hogy az eső és a csúszós pálya, esetleg csúszós pálya ellenére is mindenki balesetmentesen sportoljon és érezze magát nagyon jól, és sok sikert kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet!